Sziasztok, itt vagyunk a Session Las Vegas Convention Centerben, ahol a Sony bejelentette hivatalosan, hogy visszatér az OLED TV szegmensbe, 77, illetve 65 új Bravia OLED televízióival. Meg is mutatjuk ezeket működés közben, ez, hogy hogy néznek ki. Itt látható a 65 hüvelykes változat. A vállalat azt ígéri, hogy minden korábbinál szebb színeket, gazdagabb tónusokat tudnak majd ezeken a modelleken megjeleníteni. Ott látható a 77 hüvelykes verzió. A várakozásnak megfelelően a modellek kifejezetten vékonyak. Ezekben egyébként a panel ezúttal már nem a japán vállalat építette, hanem az LG-től vásárolják. Össze a képjavító elektronikák, hát össze, tehát a képjavító elektronikák fűződnek a Sony nevéhez, illetve természetesen a design, a vállalat. Nyilván van nagyon-nagyon-nagyon sokat vár ezektől az új modellektől, ami mi is nagyon sokat várunk tőlük. Így az első blikre egész jónak tűnik a képminőség, gyakorlatilag hibátlanak, bár azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ilyenkor azért direkt ilyen kitenyészett demóanyagokat vetítenek ezeken. Minden esetre elég pazarnak tűnik minden. Arról még nincs információ, hogy Európában és Magyarországra mikor érkezhetnek meg ezek és mennyibe fognak kerülni, de azért hamarosabban okosabbak leszünk ezzel kapcsolatban is várhatóan.